Új helyen a Debreceni zenedoboz, ezúttal a Megyesi Ferenc gimnáziumban kapott helyet. A fiatalok könnyű zenei képzését segítő, hangszerekkel felszerelt konténer már a negyedik középiskolába költözik, ahol egy tanévig marad. Közös próbálásra és egyéni gyakorlásra is használhatják a Megyesi Ferenc gimnázium diákjai az iskola udvarán elhelyezett zenedobozt. A Megyesiben tanulók mozgás- és képzőművészettel foglalkoznak. Fekete József intézményvezető szerint ezeket a művészeti ágakat összekapcsolja a zene. Több olyan diákjuk is van, aki szívesen zenél szabad idejében. Ez a lehetőség számukra is egy komoly dobantási lehetőség, mert itt van egy próba lehetőségük is, vannak hangtechnikai eszközök is, vannak hangszerek is, amiket fel tudnak használni, de ez így az egész együtt talán megadhatja azt a kezdőlökést, ami ami elindítja őket valamilyen karrier felé. A debreceni zenedoboznak már a negyedik a megyesi Ferenc gimnázium. Korábban ugyanis a csokonaiban, a tútarpát gimnáziumban és a faszekosban kapott helyet. Ez a vándorló próbaterem felszerelést és próbateret biztosít a középiskolásoknak a zenéléshez, ezzel segítve fejlődésüket és a zenekarok megalakulását. A célja az volt, és ezt a vissza is igazolja a működése, hogy segítsük az iskolai közösségeket a zenélő közösségek építésében, legyen egy olyan dedikált hely, ahol a srácok napról napra délutánonként lyukas órában össze tudnak jönni, és tudják építeni magukat. A projekt sikerét mutatja, hogy a Tótárpát gimnáziumban a zenedoboz távozása óta állandó próbatermet hoztak létre a zenélni vágyó diákok számára.